A Magyar Falu program tengtelepülés számára is lehetővé teszi, hogy helyet adjanak a közösségi programok megvalósulásához. A célnak kiszemelt épület felújítása már javában tart. Itt vagyunk a Rákóczi út két szám alatt, az iskola szomszédságában van itt ez az épület, ami régen szolgálati lakás volt, pedagógus szolgálati lakás. Több mint egy évtizede nem használták, Kiköltöztek, és hát egy nagyon rossz állapotban lévő épületről volt szó. Úgy gondoltuk, hogy felújítjuk, és közösségi célra használjuk. Az első korszerűsítés még két évvel ezelőtt kezdődött, akkor kicserélték a nyílászárókat, az épület külső szigetelést kapott, belül falakat helyeztek át. A rossz állapotban lévő padlóhajzat helyett parketta lesz. Két darab 80 négyzetméteres lakásról volt szó. A falak áthelyezését követően is közel 160 négyzetméter terület áll a rendelkezésre. Négy helyiséget alakítanak ki benne. Lesz egy ilyen nagyobb terem, egy foglalkoztató, illetve két kisebb terem, ahol tudjuk fogadni a település lakosait, ahol foglalkozásokat és egyéb kulturális eseményeket lehet majd tartani. A mostani Magyar Falu programos pályázatban a tető cseréjét valósítják meg. Az építőanyag megérkezett, várnak a kedvező időjárási körülményekre a munkálatok folytatásához. Ezért most a belső munkálatokkal haladnak a festés előkészítéséhez. Látható itt a bejárat, hát itt még lépcső nincs, itt egy régi rossz lépcső volt, annak idején ez elbontásra került, és most mozgáskorlátozott feljáróval egy biztonságos lépcső kerül kialakításra, amit majd összekötünk az épület előtt elmenő járdával, illetve itt, ahol bejöttünk, ott egy autóbejáró lesz. Parkolót is kialakítanak az épülethez. Közfoglalkoztatási program segítségével pedig egy filagóriát építettek, ahová egy kis kiülőt terveznek. Úgy gondolom, hogy amikor ez az épület elkészül, illetve itt a, a kis parknak a kialakítása is megtörténik, akkor egy nagyon szép színfoltja lesz a településnek. A régi rossz állapotú kerítést is elbontották, és a start programatta lehetőséggel élve 70 folyóméter kerítést építettek ki helyben gyártott lécekkel. Idén is osztanak szociális tűzifát kerekaraszton, ahol idén január közepén kapta meg az önkormányzat a tűzelőt, amelyet legkésőbb február 15-éig kell eljuttatniuk a lakosokhoz. Az esőzések miatt viszont felázott a talaj, a nagy sárban most megvárják, hogy ki tudják vinni a fát. Örömünkre szolgál, hogy ebben az évben is sikerült a szociális tűzifa pályázaton részt vennünk és nyertünk is. 49 köbméter tűzifára nyertünk támogatást. Ez azt jelenti, hogy 20, tehát 23 főnek fogjuk ezt szétosztani ezt a tűzifát. A Szociális Bizottság összeült, olyan 1 és 2 köbméter között fognak kapni azok, akik kérelmezték. Az osztásban nem könnyű igazságot tenni, de igyekeznek rá. Jó tudni, hogy a frissen kivágott fát ki kell szárítani, ehhez általában két év is szükséges. Nehezítő körülmény, hogy a szállítás ára is megemelkedett, mely megterheli az önkormányzatok költségvetését. Kerekaraszton jól zárták az évet, most a 2023-as költségvetést tervezik. A rezsidíjak növekedése, ez egy kis fejtörést okoz számunkra jó hogy az államtól kapunk rezsire támogatást. ezt viszont még nem tudjuk, hogy mennyire lesz elég. Körülbelül fél évkor fogjuk látni, hogy mennyire fedezi a valós kiadásokat. Csak egy példaként említeném, hogy 2022 december 31-ig a közvilágításra 19 forint plusz, tehát 19 forint nettót fizettünk kilovattonként, és ez 140 Három forint lesz 2023-tól. Bíznak benne, hogy az állami támogatás elég lesz, ha nem, akkor saját erőből fogják pótolni a fennmaradó részt. Egyedüli intézményük az óvoda, ahol igyekeznek racionálisan spórolni, de nem a gyermekek kárára. A közösségi ház programjait egyelőre március végéig felfüggesztették, de egyes rendezvényeket behoztak a könyvtárba, a hivatalba. Februárban új keresztfél éves képzések indulnak a Kisreni iskolában, 60-ban. A nagy érdeklődésre való tekintettel további csoportokat indítanak, egy új termet is kialakítottak a célra. A 3-5 évkor közötti óvodásokat a Numicon képzésre, az 5-12 éves korú gyermekeket pedig a Kisreni képzés várja, ahol a résztvevőknek lehetőségük van játszva megismerkedni a matematika alapjaival mindenképpen ajánljuk azoknak a szülőknek, akiknek a gyermekük szeptemberben megkezdi az iskolát. Ez nagyon jó iskola előkészítő, egy új közegbe bekerül, megszokja esetleg az új társaságot, illetve már egy kicsit könnyebben veszi majd az akadályokat az iskolában, mert itt már esetleg lesz egy kisebb számfogalma a Numikon esetében, hogyha valaki még azt választja, aki pedig a kiszenit, ott pedig már mire megy a gyerkőc iskolába, fogja tudni a számokat írni, felismeri, jobban fog neki menni a vonalvezetés vagy a feladatlapok kitöltése. A számokhoz színeket rendelve a Numikon képzésben az óvodások kalandja a matematika világában a számok fogalmával kezdődik, és már az összeadást is gyakorolják. A Numikon képzés biztos alapot ad ahhoz, hogy jól induljon majd az iskola kezdés. Itt igyekszünk a gyerekeknek megtanítani azt, hogy egy picit nyugton kell ülni egy tíz percnél több időnél is, de nem elvárható például a Numicon esetében egy, egy kis óvodás hogy 45 percig nyugodtan üljön, ezért tartunk nekik akár egy 20-25 perc után egy kisebb szünetet, de tanulnak, mégis játszanak. Ő, ő azt érzi, hogy, hogy ez csak egy játék, de folyamatosan tanul, számokkal ismerkedik nem csak az iskolakezdés előtt állóknak lehet hasznos a képzés, hanem az iskoláskorú diákoknak is, hiszen nem csak matematikában fejlődnek, hanem jobb lesz a koncentrációs képességük, a logikai érzékük. A fél ötkor kezdődő foglalkozások már párhuzamosan is tudnak zajlani a két teremben. Míg a numikon képzések hat óráig tartanak, addig a kiszeni képzések háromnegyed hétig tartanak. Január 20-án pénteken délután 5 órai kezdett el a 60. Polifónia vegyeskar lép fel Lőrinciben a közösségi házban a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan. Közreműködik a Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola és az Ami Énekkara. A hétvégén rendezik meg 60-ban a Bozsik téli terem tornát. A 60-i sport és rendezvény Csarnokban január 21-én szombaton reggel 8 órától délután 5 óráig az U11-U10-es korosztály lép a pályára, majd vasárnap az U9-U8-as korosztály játékosai mérik összetehetségüket. Az FC 60 szervezte programra a belépés ingyenes. Magyarország lakosságának egészségügyi helyzete a világhírű dr. Paplajos szívsebész professzor szemével. A szívsebész január 23-án hétfőn délután 5 órai kezdettel 60-ban a nagyendre rendezvényteremben beszél a magyarság helyéről, szerepéről Európában. A beszélgetéssel egybekötött előadásában szó lesz a közegészségügyi állapotokról, életvezetésről, életszemléletről. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Magyar kultúra napi programokat tartanak hevesen is, ahol január 23-án hétfőn délután fél kettőtől fél négyig kultmozit szerveznek felső tagozatos diákoknak, ahol a Pál utcai Fiúk című ifjúsági filmet vetítik. Január 27-én pénteken pedig értékőrző webshopot tartanak, az ingyenes programon bemutatkoznak a művelődési központ tagintézményei, valamint a Csillagvirág népművészeti egyesület hagyományőrző kézműves csoportjai. A program közben megzenésített versek, illetve szavalatok hangzanak el. Szombaton sok felhű lesz az égen. Főként a nap második felében fordulhat elő délfelől, több helyen húszálingózás, kisebb havazás. Szeles idő várható. Reggel az ország nagy részén fagyni fog, a csúcs hőmérséklet pedig 60 térségében 3 fok körül alakul. Vasárnap keleten, észak-keleten több órára kisüthet a nap, de több helyen előfordulhat kisebb havazás, havaseső. eső. Három fok várható nap közben. Hétfőn a nap második felében észak-keleten, keleten kisüthet a nap. Újra országszerte szeles időben lesz részünk, a fagyos reggel után hét fokot mérhetünk délután.